Elkezdődött a jelöltállítási folyamat az önkormányzati választásokra. Udvarhelyszék pedig továbbra is szeretné megőrizni megyei tanácsosi tisztségeit, tudtuk meg Bíró Barna Botonttól mai sajtótájékoztatóján. Elhangzott emellett, hogy elkezdték az aláírásgyűjtést a nemzeti régiók védelméhez, az elnök pedig arra kéri a lakókat, hogy aláírásukkal támogassák a kezdeményezést. Március közepén lesz nyilvános az önkormányzati választások jelöltjeinek listája, jelentette be mai sajtóértekezletén Bíró Barna Botond, az udvarhelyszéki szervezet elnöke. Az indulási szándéknyilatkozatot és az ehhez szükséges iratcsomót február 17-ig kell benyújtani a helyi, illetve területi szervezetekhez. Miután a Hargita megyei egyeztető tanács átnézi és jóvá hagyja ezeket, a február 27-i udvarhelyszéki választmányi ülés véglegesíti a megyei tanácsosi listát. A tanácselnöki pozícióhoz nem ragaszkodnak bármiáron, de azért jelentkeznek az előválasztásokra. A udvarhelyiszék a legnagyobb megye, a legnagyobb térsége lévén nem mondott le soha arról, hogy igényét bejelentse, hogy igényt tartson a megyei önkormányzat elnöki tisztségére. Nyilván azt mondom, hogy fontosabb dolog az, hogy személyambíciókon felül egy olyan csapattal tudjunk indulni a választásokon, aminek esélye van megszerezni nem csak a többséget a megyei önkormányzatban, hanem a kétharmadot is. Hozzátette, szükség van egy egyértelmű RMDSZ-es kétharmados többségnek a felmutatására ahhoz, hogy azokat a beruházásokat és fejlesztéseket, amiket elterveztek, véghez tudják vinni. A sajtótájékoztatón egyébként az is elhangzott, hogy udvarhelyszéken már elkezdték az aláírásgyűjtést a nemzeti régiók védelméről szóló kezdeményezésre, hisz fontos, hogy az Európai Unió kiemelt figyelemmel kezelje Székelyföldet és a hozzá hasonló régiókat, valamint támogassa ezek gazdasági felzárkózását.